Az adózók több mint fele nyilatkozik az SZIA 1%-ról Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tavaly 223 millió forint felajánlás érkezett a civil szervezetek, illetve az egyházak számlájára. Az 1%-os kampány elindult. A támogató nyilatkozatokat egészen május 20-áig fogadja be a NAV. Ezt a mentőautót a Beteg Gyermekekért Alapítvány az adózók 1%-os felajánlásából vásárolta. Az alapítvány több százmillió forint értékű műszerekkel segíti az újszülöttek, a koraszülöttek gyógyulását ezen az osztályon. Ultrahangos készülékekkel, lélegeztetőgépekkel, inkubátorokkal felszerelt a részleg. A mi alapítványunk egy szakállas alapítvány, mert 1990-ben alakult, tehát már 27 éve működünk, és azt az eredeti célt, amit akkor a orvosi kar kitűzött, ők hozták létre ezt az alapítványt, az teljesült is az elmúlt évtizedekben. Nevezetesen a cél az volt, hogy támogassuk a kórház gyermekosztálynak a műszeres fejlesztését, támogassunk tudományos üléseket, és esetleg, hogyha külföldi gyógykezelésre van szüksége valamilyen gyereknek, akik itt nem kezelhetők Magyarországon, azokat támogassuk. Ez nagy részt megvalósult. A Beteg Gyerekekért Alapítvány az elmúlt 30 évben körülbelül 250 millió forint értékű műszert vásárolt a megyei kórháznak. Ezeknek nagy részét itt használjuk a gyermekosztályon, többségét a koraszülött intenzívben, de az általános intenzívben és speciális szakambulanciákon is használunk ilyen műszereket. Az utóbbi időkben, amiket beszereztünk, egy 10 millió forint értékű keringés vizsgáló ultrahangos készülék, ami a leglényegesebb tevékenység az alapítványnak, hogy megyénkben végezzük a koraszülött mentő ellátást napi 24 órában. Ennek a finanszírozása állami segítséggel és alapítványi kiegészítéssel teljes mértékben az alapítvány feladata. Emellett a Beteg Gyermekekért Alapítvány gyerekek külföldi gyógykezelésében is segítséget nyújtott már. Az ápolási osztályok felszereltségére, illetve ápolási eszközökre szeretne költeni az 1%-okból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak alapítványa. Ennek az alapítványnak a célja a megyei kórházakhoz tartozó valamennyi intézmény támogatása. Az a célja, hogy a kórházakban zajló egészségügyi ellátás színvonalát fokozzuk, hogy a betegek minél szebb körülmények között, minél jobb szakmaiságot biztosító osztályokon kapják meg a szükséges kezeléseiket. Azt pontosan látjuk, hogy mennyi mindenre van szükség a kórházban, nagyon-nagyon sok mindenre, eszközökre, ápolási eszközökre, diagnosztikus eszközökre. És ez mindig adott helyzetben egyrészt az dönti el, hogy aki célzottan ad valamilyen támogatást, azt milyen célra fordítja, mert nyilván akkor mi nyilván akkor azt arra fogjuk továbbadni. De konkrétan az 1%-ok esetén ez egy szabad felhasználású tétel lenne, amit elsősorban valószínűleg ápolási eszközöknek a fejlesztésére fordítanánk. Még pár százezer forintos támogatás is számít, ha a rászorulóknak élelmiszert, ruhát, télen takarókat szeretne vásárolni a Nyíregyházi Periféria Egyesület. A szervezet, amellett, hogy a hajléktalan ellátásban vesz részt, patronálja a hátrányos helyzetű családokban élőket is. A rászorulók társadalmi integrációjára szakmai programokat indít. Igyekszünk olyan Európai Uniós pályázatokba is részt venni, ami a célcsoportok életét segít, illetve segít az ő problémáiknak a kezelésében. És most is tervezünk egy úgynevezett elsőként lakhatás pályázatba belépni, ami a hajléktalanok számára jelent esélyt. Ezek a programok nem csak arról szólnak, hogy van egy lakás, ahova beköltöznek, hanem emellé szociális munkát is teszünk, ami azt jelenti, hogy segítjük őket a mindennapi dolgok újra rendezésébe, hiszen nagyon sok mindent újra kell építeni kapcsolatokat, újra kell építeni a munkát, újra kell építeni a napi tevékenységeket, újra kell építeni az időbeosztást, tehát nagyon sok mindent, és ez az újrakezdésben benne van, ehhez mi segítő támogató szakembereket biztosítunk, szociális munkást, szükség esetén pszichológust, illetve akár egészségügyi szakembereket is, hogyha a probléma ezt megkívánja.
Tavaly 223 millió forint felajánlás folyt be a civil szervezetekhez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kedvezményezettek skálája széles. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 220 ezer személyvedelemadó bevallást várunk, és azt kell mondjam, hogy a tavalyében több mint a fele a bevallóknak felajánlotta az 1+1%-os összeget, vagy civil szervezeteknek, vagy egyházaknak, hiszen 109 ezer felajánlás érkezett civil szervezetek részére és több mint 80 ezer egyházak részére. Fontos, hogy sem a támogatott szervezetnek, sem pedig az adózónak ne legyen köztartozása, ellenkező esetben az 1% marad az állami költségvetésben. Idén azok a magánszemélyek, akiknek a NAV készíti el a bevallás tervezetét az 1%-ról szóló nyilatkozatukat, elektronikusan, de akár papír alapon az ügyfélszolgálatokon is leadhatják majd. A kedvezményezettek pontos technikai, illetve adószámát minden esetben fel kell tüntetni a nyilatkozatokon.